Új album, régi felállás, ismét Szekszárdon járt Zorán. Az énekes és 8 fős kísérete friss dalokkal hódította meg a megyeszékhely lakói, talán mondanom sem kell, teltházas koncert volt. Így kéz a kézben feliratnak új bánatunk, mert messzebb nézek kéz a kézben, s tövezhet el, mint én vagyok. Így kéz a kézben önmagammal nem tartozom, hisz azt fogadtam kéz a kézben, tiéd lesz majd holnapon. Közeli múlt az hasonlóan zajlott a mostani jelenhez, mert mi az a fajta zenekar vagyunk, akik egyrészt mindenében végigjárjuk kétszer az országot, hát nem ugyanazon a helyeken, csak tavasza van egy turnék, meg ősszel van. Hát olyan egy-másfél-két éves időközönként jutunk el ugyanazokra a helyekre. Eközben vagy van egy új lemez, vagy egy részét mindenképpen lecseréljük a műsornak, tehát egy alapelvünk az, hogy semmiképpen semmi, megyünk vissza ugyanarra a helyre, ugyanazzal a műsorral. Ez nagyon szigorúan tartjuk magunkat, tehát ezzel is próbáljuk azt sugallni, hogy ha bárki is legközelebb eljön a koncertünkre, biztos, hogy nem fog találkozni ugyanazzal a műsorral. Ma is maga biztos nagyon, aki jobb volt, ami volt. Most éppen ebben a turnéban az az érdekesség van, ami pályafutásom során még eddig sosem fordult elő, hogy a új album, ami majd novemberben fog megjelenni, az még készülés alatt áll, tehát még csak a napokban fogjuk leadni, és majd csak megy a nyomdába és a különböző gyártási helyekre. De már elkezdtük játszani már a múlt héten is az albumról néhány dalt, ami nyilvánvalóan egy kicsit merész vállalkozás is, hiszen a közönség az most találkozik ezekkel a dalokkal legesleg először, tehát nem hallhatta soha még korábban. És csak azért mondom, hogy némi merészség van benne, mert az köztudott, hogy a közönség általában inkább a jól ismert, vagy legalábbis a kicsit a fülében lévő dalokat szereti visszahallani a koncerteken is. Most pedig olyan dalokat hallgathat végig, amelyeket kell, még korábban nem találkozott. Persze ennek megvan a maga pikantériája is, mert viszont cserébe azt adjuk, hogy szinte egy premier-szerűen lehet jelen egy ilyen ősbemutató szerűségen, mert mondom, ez még korábban nem hangzott el sehol.